gondoltam, hogy az ősz a szilvás ételeknek a szezonja, és én egy kukorica prószát nemesebb változatát szeretném elkészíteni. Úgy kell csinálni, hogy 25 deka körüli kukoricadarát, egy 2 deciliter buzadarát, egy vaníliás cukrot, 1 liter tejben felfőzünk. Utána kihűtjük. Amíg hűl, elkészítem a hozzávalókat. 3 tojássárgáját kikeverek 20 deka cukorral. Egy vaníliás cukrot is teszem bele, és egy 12 deka zsíradékot, úgyhogy fele vaj, fele zsír. És akkor, amikor kihűlt ez a kukoricadarás massza, a 2-t összekeverem. A tojáshavját fölverem, és még hozzáteszem 2 deci tejfölt, 2 deci tejfölt, és a tojáshavját. És akkor ezt beleterítem a tepsibe. És akkor megszórom egy kis szilvalekvárral, beterítem, és még hogy van maradék szilvám, illetve most szedtem a szilvát még az utolsót a fáról, azt még szépen rárakom, és beteszem a sütőbe, és egy olyan 35-40 percig sütöm. És készen van. És ez a kukorica prósza nemesebb változata. Fogyasszák egészséggel! Jó étvágyat kívánok hozzá! Köszöntjük kedves nézőinket, Önök az Ábrámhegy Televízió híradóját látják. Vella Zsolt polgármesterrel beszélgettünk az október 4-e, 5-e, 6-án tartandó szüreti hétvégéről. Itt vagyunk a 6. Vúci Fesztivál központi színhelyén, az Ábrámhegyi strandon, és gondoltuk, hogy egy kicsit bővebben is tájékoztatjuk a helyi lakókat, nyaraló tulajdonosokat, ide látogatókat, hogy miről is fog szólni ez a hétvége. Azért is döntöttünk úgy, hogy kitoljuk ezt 3 nappal, mivel mi is megpróbálunk a magunk módján úgymond meghosszabbítani a szezont, és aki hozzánk látogat ezen a hétvégén, olyan élményben lehet része, amit máshol nem biztos, hogy megtalál, mivel mi igazából kicsit szakítottunk a hagyományokkal, és egy egészen kitoltuk ezt a rendezvényünket, úgymond Murci Fesztivál alakult ki, és ez a maga hangulatával, a maga családiasságával véleményünk szerint megalapozza azt, hogy jól érezze magát mindenki, aki ide látogat a településre, és ez nem jöhet létre Önök nélkül, kedves lakók, nyaraló tulajdonosok, akik ezen a hétvégén szívüket, lelküket kiadva tesznek azért, hogy egy nagyon jó rendezvény alakuljon ki. Én azt gondolom, hogy akkor először kicsit bővebben a programokról. Kezdenénk pénteken este a Művelődési Házban egy kiállítással, melynek címe, ahogy Csehországból, onnan is közelebbről, Dobruskáról látják Ábrámhegyet. Kiállítás megnyitó után itt a strandon folytatódna a program, egy közös tűzgyújtással kezdődne, ezt követően a dobruskai mazsorettek lépnének fel, ezt követően megkezdődne DJ Sasa
diszkója, aki a nyáron hatalmas sikerrel szerepelt itt. És 10 órakor a még egyik kezét ápolva is, de itt lesz nálunk Postás Józsi, és reméljük, hogy egy fergeteges hangulatú bulit fog bemutatni nálunk. És akkor folytatnám is talán a szombattal. Idén egy órával korábban indulna a menet, 13 órakor szeretnénk elindulni, ugyaninnen a strandról. A menet az továbbra is a Sziget utca, Honvéd utca, Iskola utca, Patak utca és a strand a végállomás. Természetesen közben plébános urunk megáldja majd a Murcit, és itt a strandon 17 órától kezdődnének a kulturális programok, melyben mindenkinek raktunk össze korának megfelelő programot. Csak megemlíteném Tóth János nevét, Várkonyi Szilvia nevét, a Kükapu Néptánc Együttest és a Zalaegerszegi Színház művészeit. Majd ezt követően a program végén az SMS Együttes lép majd színpadra, ővelük mulathatunk, kinek meddig tartja kedve majd, meddig bírja, mert azért ugye 3 kilométert lesétálva, végig kóstolgatva jobbnál jobb Ábrahámhegyi borokat, talán lehet, hogy el is fáradunk korán majd. És hát azért, hogy a vasárnap se teljen program nélkül, ünnepelünk először az emlékműnél, az aradi vértanukra emlékeznénk, kint a Honvéd utca sarkán található emlékműnél, ezt követően pedig itt a strandon, kicsit kipihenve már talán, rendeznénk sportversenyeket, illetve szintén erre a napra is jutott még program. A zánkai együttes fog, akik már évek óta jönnek hozzánk szerepelni, és még talán meglepetés is jut majd, és egyben megragadnám az alkalmat, hogy itt is a tévéképernyőkön keresztül invitáljak mindenkit, képviselőtestületünk meghívásának tegyenek eleget, jöjjenek el egy vasárnapi ebédre, várjuk Önöket szeretettel, mindannyiukat, akik itt élnek, dolgoztak a nyáron, és nem utolsó sorban azokat a kedves lakosainkat, vendégeinket, akik ilyen-olyan okokból nem tehették meg, hogy eljöttek a rendezvényekre, de esetleg némi kicsit zavarta talán őket a kelletténél hangosabb zene, és ezzel próbáljuk meg Önöknek, mindannyiuknak megköszönni, hogy sikeres lehetett az ábrahámi nyár. Nagyon jól sikerült, én azt gondolom. Nagyon jó visszhangok voltak. Természetesen továbbra is van javítanivalónk. Ezen dolgozunk, és szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő években is ugyanilyen jó, összetartó lenne településünk lakossága, és tovább tudnánk öregbíteni Ábrahámhegy hírnevét. Itt a tűzifa vásárlás időszaka. Nagy György polgárőrt kérdeztük, hogy mire kell figyelnünk a tűzifa vásárlásakor. Vannak bizonyos tapasztalataink, hogy itt a szezon kezdetén megjelennek a különböző olcsó fát áruló gépjárművek, azzal, hogy jó van áron alul, próbálják különösen a nyugdíjasokra rábeszélni, hogy most könnyen hozzájutnak a egyébként drága téli tüzelőanyaghoz. Személyesen is tapasztaltam ilyen dolgokat. Megjelenik egy hát úgynevezett kisebb tehergépjármű, meg van pakolva tűzifával, és talán a hivatalos ár 60%-áért próbálja elsütni. Most mi az érdekes ebbe? Elsősorban az, amikor rákérdez az ember, hogy mennyi van fent, azt mondja, ezen van vagy 2,5 köbméter. És súlyra, hát azt mondja, van 40 mása. Ugye tudjuk azt, hogy könnyebb a víznél,
tehát hogy a csodába lehetne 2,5 köbméterből 40 mázsa. Ez már azt jelzi, hogy ő maga sincs tisztában, hanem át akar verni. A másik dolog az, hogy mikor fát veszünk, általában onnét kell rendelni, akik hivatásszerűen foglalkoznak vele, hiszen a gépkocsi vezető mindjárt hozza a fuvarlevelet, aminek egy példányát ott hagyja az ügyfélnél, amit a ő aláírásával igazol, hogy átvette, a másikat meg viszi magával. Nos, ezeknél az olcsó fát kínáló személyeknél nincsen ilyen okmány. Csodálkozom is, hogy nem félnek attól, hogy a rendőrség megállítja útközben és kéri az úti okmányokat. Akikkel én beszéltem, vagy egy ilyen fuvarossal, mert rám is rám próbáltat okmálni, mondom, és honnan jött? Pápáról. Kérdezem én, 8000 forintos köbméterenkénti fa árt pápáról ide szállítani. Hogy érné meg? Számunkra egyértelmű az, hogy ezek lopott anyagok, lopott termékek, és ott áll az a veszély, hogy akire rá tudják sózni, jóval kevesebbet fog kapni, mint amit ő fizetett, míg az orgazdaság helyzete is előfordul. És ezzel ő is szabálysértést valósít meg. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy csak rendelt tüzépekről vagy tűzifa kereskedőktől szabad fát átvenni, nem szabad a kínálásnak felülni. Nagyon veszélyes, és minden esetben a becsapás a vége. Még kínál, közben felderítik a terepet. És itt a másik veszély, hogy külön, nem csak fa, de már most ugyannak van szezon, ez a lényeg, hanem egyéb esetekben is előfordul, hogy felkeresik különböző okokkal a lakosokat, és nem csinál semmit, csak éppen felderíti a helyzetet. Volt elmúlt időszakban egy ilyen sorozat betörés itt a környékünkön. Nyaralókat törtek fel, azt hiszem egy héten belül vagy ötöt. Pont azért, mert felderítették, megfigyelték, jó, itt nincs nagy mozgás, könnyen fel lehet feszíteni az ajtókat, és ilyen esetekben valóban kihasználják a lehetőséget. Az a gondunk nekünk, hogy mint polgárőrök mit tudunk tenni. Ugye, mert akkor megkérdezik tőlünk, és ti hol voltatok, mikor ez történt? Hát ugyanúgy, hogy az állampolgár otthon, lehet, hogy aludtam, lehet, hogy a kertben dolgoztam, vagy éppen szolgálatot láttam, mert csak valahol másfelé. Három községet járőrözünk, figyelünk. De hát ugye a mi dolgunk az, hogy észlelni és a rendőrség felé jelenteni, illetve felhívni az állampolgárok figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek, mert csak együtt tudjuk biztosítani a megfelelő nyugalmat, meg rendet. Még így is nehéz. Sajnos az úgynevezett megélhetési bűnözés egyre inkább eldurvul, és egyre inkább elszaporodik. És egyre fokozottabban kéne nekünk is ügyelni, de hát ehhez nagyon-nagyon kell a lakosság. A lakosság azért fontos, mert felismeri, hogy ez idegen, nem ide való. Miért jön be a portámra? Nem csak akkor érnek ezek el sikert, amikor nem veszük át tőle az kínálatot, az árut, a fát, vagy bármit, hanem akkor is problémát jelentett, hogy közben felderítette a telepet. Kik laknak ott, milyen fizikális állapotban vannak, hogy egyáltalán zárt nyaralóról van szó, és akkor rövidesen megtörténik a bűncselekmény. 2013. szeptember 7-én rendezték a 8. Szigligeti vitorláskupát, ahol az Ábrahám-hegyi vitorlázók nagy sikereket értek el.
Harmadik hely, azt kell gratulálni! És a bajnokok, köszönjük, hogy itt voltatok nálunk! Köszönjük figyelmüket, találkozunk egy hét múlva!